Moldova György, Érika Vihar Riport Miskolcról Első kötet, hetedik rész Egy rendőr levelei A korrupcióról, mely a korábbi állami, illetve tanácsi tulajdonban lévő ingatlanok eladásánál, idegen kézre való juttatásánál érvényesült, nem csak hivatalos helyeken beszéltek nekem, más miskolci polgárok is megkerestek ezekben az ügyekben. Egy nyugdíjas rendőrtiszt, aki 38 évet szolgált végig Miskolcon, két hosszú levelet küldött erről. A sorai nehézkesek, helyes írási hibák is akadnak bennük, de őszinte haragot és felháborodást sugároznak. Azt hiszem, hogy még sokan gondolkodnak hozzá hasonló módon, vagy legalábbis reménykedem benne, az ő véleményük érzékeltetésére idézek ezekből a levelekből. Íme az első írás egyik részlete arancsillag szálloda. Annak idején fel voltunk háborodva, hogy három millió forintért adták el Bigatton úrnak. Ezzel az olasz üzletemberrel személyesen is találkoztam. A vele folytatott beszélgetést később írom le. M.G. Amire azt mondták nekünk, hogy már teljesen leamortizálódott, azért adták olcsón. A színvapatak felőli részen több család is lakott, kiköltöztek, a lakásablakok a mai napig be vannak deszkázva. Bigatton úr az éttermi részért, amiben a DM illatszer van, több milliót kap bérleti díjért. Itt nem fizet adót, mert a cége Olaszországban van bejegyezve. Kazinciút 12 szám alatt meg lehet nézni. A megyei rendőrségnek volt az óvodája, napközie, azt is bezárták, 18 éve ott áll, piszkosan, koszosan. Ki tudja, hogy nem eladták-e már valakinek. A hősök temetője felett a Csorba telepítésnek volt a birtoka több száz hold, a gangsterváltás óta ott áll parlagon. Csak a gaz, a szemét van ott, ahol több tonna búza a kukorica napraforgó termet valaha. A Szent István szobortól nem messze a zeneiskolával szemben van a Fodrász szövetkezet volt irodahelyisége, meg lehet nézni. 18 év alatt semmit sem tettek vele, hogy néz ki. A régi posta utca végén, a belváros közepén van egy lakóház, amit szintén eladtak valakinek, is 18 éve ott áll romosan. A László Jenő utcán volt a tüdőszűrő állomás, vérvétel, EKG és sok más vizsgálat évekig. Kb. három-négy éve eladták valakinek, a csavargók széthorták, amit lehetett eladtak belőle, tiszta rom lett az egész. Ez egy gyönyörű épület közvetlen az óvoda mellett, meg lehet nézni, hogy néz most ki. Sütőipar. Valamikor több üzeme volt a Hunyadi úton, ahol a kenyér és péksütemények készültek. Ma a fitnesscentrum építőanyagértékesítő. értékesítő. A vasgyári pékség, ami a legfontosabb volt, ugyanis ez volt az egyetlen, ami esetleg háború esetén üzemeltethető lett volna, mert fával, olajjal, szénnel is üzemeltethető lett volna, ez is már csak szemétdomb. Tovább menve, a gyárakat már nem is említem, ami kárt csináltak ott, meg lehet nézni, hogy néz ki, ahol valamikor 35 ezer ember dolgozott. Csak úgy szaladgáltak le a minisztériumból átadni a szociális bérlakásokat, amit úgymond ők építettek. Igen, ők zavarták el a többi munkásszállón lakókat ezekből az épületekből. A vasgyári SCK mellék épülete úgy néz ki, mint az egész ország. Szégyen, hogy ezt még egészségügyi intézetnek nevezik. Miskolc tapolca. A Júnó szálló, amit megint a szocializmusban építettek, ott áll 19 éve üresen, várják hát, ha összedül. A strandot szintén bérbe adták valakinek, akinek pénze sem volt, csak neve, veréb, de nem a futballista. Ide már szegény ember ne jöjjön fürdeni, mert a barlangfürdőt meg se tudja fizetni. A vezető úrak most azt mondják, azért kellett a strandot bezárni, mert oda wellness szálló kell, mert Tapolcának nincs szállodája. Akik eladták a szállodákat, akik mindezt tönkretették és vezetők voltak, most Tapolcán gyönyörű villákban élnek, amit az eladásokból kapott csúszópénzből építettek. Sok-sok mondani valom volna, lehet, hogy még jelentkezem. Maradok tisztelettel, aláírás. A levelet megmutattam a kísérőmnek, aki hosszú évekig fontos tisztségeket töltött be Miskolcon és környékén, és kevés olyan dolgot kérdezhettem tőle, amire ne tudott volna válaszolni. Ezek az esetek valóban megtörténtek? A kísérőm rossz kedvűen bólintott. Nagy részt igen. Nem sokára megérkezett az öreg rendőrtiszt következő levele. 1956 hősei, hogy is jöttek ezek a világra? Az egyik alkalommal megállít az ismerősöm, ne haragudj már rám, de ha esetleg érdeklődnek utánam, akkor mondjad már azt, hogy 1956-ban te vetted el tőlem a géppisztolyt, amikor harcoltam. Kérdezem tőle, miért mondtad ezt? Azt mondtam az MDF-nél, mert így fel lehetett emeltetni a nyugdíjamat. Mennyivel emelték? Tízezer forinttal. Nem hagyott nyugodni a lelki ismeretem, egy alkalommal bementem az MDF irodájába, hogy érdeklődjek, hogy is megy ez. Mit látok az irodában? A nagy asztal mögött régi ismerősöm T. Endre, aki a tízes honvéd karhatalomnál szolgált, aki részt vett az ellenforradalom leverésében, és ezért megkapta a munkás paraszt hatalomért kitüntetést. Köszöntem és eljöttem. Mi lett ez az ország? Mi lesz végig itt? Garázs szövetkezetben van a garázsom. Gangsterváltás idején egy ügyvéd volt az elnök. Voltak a román események, akkor még a tíz éves Ladával rohangált piros-fehér-zöld zászló volt a kocsián. Mikor az MDF hatalomra jutott, akkor az ügyvéd úr országgyűlési képviselő lett. Nem sokára elhagyta a családját, és nem Ladával, hanem fekete Mercedessel jött haza. Ekkor már összeomlóban voltak a gyárak, a tsz és mindent kezdtek széthordani. Ekkor kérdeztem őt: Mit csináltatok ott, hogy mindent megszüntettetek? Mi lesz itt ezután is? Mi lesz az emberekkel? Ki találta azt ki, hogy így kell csinálni ezt a rendszerváltást? Te, mondta nekem. Van egy amerikai csoport, akik ellátnak bennünket tanácsal. Első volt, amit tanácsoltak, hogy a legnagyobb gyárakban, ahol szervezett a munkásság, azokat minél előbb szét kell verni, mert ha a munkásság egyben marad, akkor vége a rendszerváltásnak. Ugyanez vonatkozott a ts is. Mondom neki, széthordják a gyárból az értékes gépeket, eszergákat, meg mindent, ami nagyon nagy értéket képvisel. Azokat vihetik ingyen, ugyanis azt tanácsolták az amerikai szakértők, hogy fő feladat az is, hogy egy felső több ezres elitet kell képezni, akiket ingyen nagyobb vagyonhoz kell juttatni, hogy azok szervezzék a munkákat. Mondom neki, ez nagyon szép, amit a magyar nép 45 év alatt összegyűjtött, megtermelt, azt most ti rövid időn belül szétosztjátok. Megalakult az elit, a Diós Győri 30 ezer munkásból alig maradt valaki a három nagy gyárban. A Lillafüredi útról, amit írtam, azt szeretném kiegészíteni még. A város kelet kapuja elnevezést kapta a Csanyiki bejáratnál lévő park. Ezt a munkások, kisiparosok építették társadalmi munkában. Itt volt egy kilátó is, hogy a kilátóból rá lehessen látni a parkra. A gengszterváltás után valakinek az volt a célja, hogy ezt is minél előbb meg kell semmisíteni. Felgyújtották, ma már csak a kőből készült alapja látható. Csanyik völgy királyasztal, ahol május 1-én százezer ember ünnepelt ugyanúgy, mint augusztus 20-án a munkásparaszt találkozón. Ez már mind a múlté. 2008-ban elérte a végzet a Csanyiki régi kisiskolát, ami mostanáig a Szent Ferenc Kórház légzésszervi rehabilitációs szanatóriuma volt. Ezt is a kommunisták építették, ezt is kiürítették, ez is majd mind ott fog tönkre menni. Sok minden eszembe jut közben, ezeket majd igyekszem leírni. Sajó Szent Péter, itt volt a nagyöblös üveggyár, ahol az összes boros, pálinkás, pesgős, befőttes üveget gyártották, Jóformán a volt KGST országokat ellátta. Bezárták, a munkásokat szétszavarták, a gyárban lehet gombát termeszteni, tyúkot ültetni, keltetni, csirkét nevelni, de üveget nem gyárthatnak. Tovább haladva elérhetjük a berentei hőerőművet. Valamikor ebben szénnel tüzeltek, jelenleg jó minőségű a Bükki Nemzeti Parkból kitermelt fával fűtik. Meg lehet nézni, torony magasan vannak a farönkök felrakva az erőmű udvarán. Innen tovább haladva ózdig már csak a síralomvölgye völgye van. Bezárva a putnoki szénbánya, a serényfalvai téglagyár, a putnoki tangazdaság és végül az ózdi vas és acélművek. Sajó Szentpétertől jobbra haladva a borsot sziráki farm azelőtt T.S. volt, saját hizlaldája, vágóhídja, tehenészete volt – Jelenleg már nem tudom, mi van, csak azt, hogy repcét meg kukoricát termeltek, több száz tehén volt, ugyancsak tovább haladva edelényben is. Szendrőn és szalonnán még állnak az istálók, itt is több száz növendék marha volt, saját tejcsarnokkal rendelkeztek. Hidvégardóig menve, ahol több száz szarvas volt, saját tejüzeme, ma végig lehet menni a szlovák határig, egyetlen szarvasmarhát sem lehet látni. A tejet a boltba valahonnan az Alföldről hordják. Ezen az útvonalon van büdös kút puszta, ezen a területen volt több millió liter befogadására alkalmas föld alatti tároló, ahol gázolajat és benzint tartottak a rendszerváltásig. Megkerestem az ott lévő lengyel származású gonnokot, hogy van-e még üzemanyag. Azt mondta, hogy annyi sincs, hogy az öngyújtóját megtöltse. Hová lett a rengeteg üzemanyag? Azt mondta, ő sem tudja, jöttek a tankocsik, teleszívták és vitték. Kérdeztem, hová? Na, engem nem érdekel, csak vitték és kész. Hogyan sem ki a kis szövetkezet dolgozóit? Hogy csapták be őket? A szövetkezetben voltak olyan emberek, akik adtak jogi tanácsokat, hogy kárpótolják a dolgozókat. Minden dolgozó attól függően, hogy mennyit volt alkalmazásban, kárpótlási jegyet kapott. Csak egy példa, de ezret lehetne sorolni. Kapott a rokonom 800 ezer forint kárpótlási jegyet. Abban az időben öt lada személygépkocsit lehetett volna venni belőle. Mondtam, nagyon gazdag lettél, nem is tudom, hogy tegezhetlek-e. Azt hitték a szerencsétlen emberek, hogy most már valóban az övék minden. Akkor estek pofára, amikor eljött az év vége, és nem kaptak semmit sem. A vezető akkorra már kinevezte magát igazgatónak, és közölte, hogy nem megy jól a KFT, így nem kaphatnak semmit, de hajlandó megvenni a kárpótlási jegyet 10%-ért. Aztán, aztán mindenkitől megvette, így a rokon a fent jelzett 800 ezer forintért kapott 80 ezret. Így a 100 milliós szövetkezet 10 millióért egy ember kezébe került. És most már vezérigazgatónak nevezi magát. Ha szükséges, meg is tudom nevezni őt. Ugyanis a régi rendszerben akkor lakott jól, mikor nálam megkínáltam élelemmel a vezérigazgató urat. Sok ember inkább hústömegnek nevezhető, akik semmire sem emlékeznek, mindent elfelejtettek. A városi MSMP párbizottság titkárának a fia a rendszerváltás után így nyilatkozott az egyik beszélgetésnél. Nekem a kádár rendszer nem adott semmit, oda szóltam neki. Neked nem adott a mocskos. Elvégezted az egyetemet, utána a digép főmérnöke lettél, majd a szivattyúgyár igazgatója. Ezek után csak letudtam köpni. A városi rendőrkapitány az egyik alkalommal szaladt kifelé az ajtón. Kérdezem, hová szalasz, valami baj van? Nem. Nem látod, hogy itt van a furman úr az MDF-től? Nem tudom, meg tud -e állni a kocsival, segítek neki. Annyit mondtam neki, Menj és nyalt ki, hát ha így tovább tudsz haladni. És igaza volt, tovább is haladt. Tábornok lett és főkapitány. Javasolnék a könyvhöz beszerezni néhány fényképet, megmutatnák az emlékezetnek, hogy valójában mi történt és hova jutottunk. Állok továbbra is a rendelkezésére. Aláírás. A vékony fekete titkárnő leteszi a kávét az asztalra. Egészségére. Bigatton úr épp telefonál, de azt üzeni, rögtön jön. Egy biccentéssel megköszönöm, és még egyszer átnézem azt a feljegyzést, melyet a város egyik hivatalába küldtek egy magas beosztású vezetőnek. Tisztelt elnök igazgató úr, a Bigatton Kft. ügyeivel kapcsolatos feljegyzést megküldöm. Üdvözlettel, az aláírást már nem tudom elolvasni, mert belép Bigatton úr, az az olasz üzletember, akit a nyugdíjas rendőrtiszt többször is említett leveleiben. Bigatton alacsony, 80 év körüli férfi, aki láthatólag mindent megtesz, hogy fiatalabbnak tűnjön, haját feketére festette és tűzvörös, sportos pulóvert visel, barátságosan kezet nyújt nekem és a kísérőmnek. A kávémat letéve társalgással próbálok nyitni. Azt mondják, ön Velencében született. Szívemből iridlem érte a világ egyik legszebb városa. Az asztal velem átellenes oldalán ülő titkárnő lefordítja a szavaimat, a társalgás később is ilyen módszerrel folyik. Vigatton mosolyogva bólint. Pontosabban Portogruáróban. Fogalmam sincs, merre fekszik Portogruáró, de kicsi lelazulok, a második kérdést már könnyebb feltenni. És ott mivel foglalkozik? Gyári paros vagyok. Cukrászati és fagylaltipari anyagokat állítok elő. A szakmában otthon az első három közé tartozom. Mikor jött először Magyarországra? Ha jól emlékszem, 1989-ben teljesen tájékozatlan voltam, még a határnál is nehézségeim támadtak. Egyébként magyar ismerőseim hívtak, akikkel még Olaszországban találkoztam. Járt addig más, volt szocialista országokban is? Nem, általában odalátogatok el, ahol érdekeltségekkel rendelkezem. Nálunk miért kezdett vállalkozásokba? Nem volt előre beprogramozva. Jóval később láttam egy hirdetést, az állam vendéglátó létesítményeket kínált fel eladásra, Három napon át közölték az újságok. Nem tudom, hogy voltak-e jelentkezők. Én tettem egy ajánlatot többek között két szállodára és egy cukrászdára. Nem személyesen tárgyaltam a városvezetőivel, ügyvédek bonyolították le az üzletet. Ha megengedi, mutatnék valamit. Kérem, parancsoljon! olvasni kezdem azt a feljegyzést, melyet az ügyben illetékes városi hivatal ügyvédje adott be 2008. szeptember 1-én. Nyilvántartásaink szerint három adásvételi szerződést kötött az önkormányzattal a Bigatton Kft. Első. 1996. december 19. napján kelt a Miskolc Széchenyi utca 22-24 szám alatti ingatlanra vonatkozó ügylet. A szerződést a hivatal kötötte. Az adásvétel tárgya a földszinten található 314 négyzetméteres üzlet a hozzátartozó pincével, plusz első, plusz második emelet, 1745 négyzetméter alapterületű szállodával, valamint két erkélyel 480 négyzetméteres pincével. A kikötött vételár 70 millió forint plusz 13 millió forint áfa volt, amelyet vevőnek legkésőbb 1996. december 20-ig kellett megfizetni. A vételár oly hihetetlenül alacsonynak tűnik, hogy egy pillanatra elakad a lélegzetem. Össze kell szedni magam, hogy folytatni tudjam a felolvasást. A szerződés negyedik pontja egy rendkívül általános, nem szankcionált és ezért nem számon kérhető vevői kötelmet fogalmaz meg, a következők szerint. A vevő már most kötelezettséget vállal a tulajdonába kerülő ingatlan részek felújítására vonatkozóan, melynek munkálatai már az előszerződés megkötését követően megkezdődtek. A felújítás során a vevő minden tekintetben be fogja tartani a Miskolc megyei jogú város részletes rendezési tervében foglaltakat. A felújítási munkákat a vevő a mai napig, vagyis 12 év alatt nem teljesítette felnézek az iratból, megfelel ez a valóságnak? Ilyenkor azt szokás írni, hogy a megszólított ujjaival idegesen dobol az asztal de bigatton derűs mosolyal néz vissza rám. Az elhangzottak megerősítésére egyébként sincs szükségem, magam is láttam Miskolc belvárosában a feketére lepusztult lassan összeomlással fenyegető épületet. Elképzelhető, hogy Velencében vagy Portogruáróban valaki így hagy tönkre menni egy házat a város közepén? Portogruáróban is akadnak romos házak. És ott nem vetnek ki ezért büntetést? Nem, mondja változatlanul mosolyogva, hiszen biztos lehet benne, hogy itt és most nem tudom megcáfolni az állítását. A feljegyzés később kiegészíti ezt a pontot. Tény, hogy a Miskolc szécsényi utca 22-24 szám alatti ingatlan vonatkozásában elvégzett egy kisebb körű felújítást a vevő, főként olyan jellegűt, amely az ő üzleti érdekei miatt fontos volt, azonban a szerződés negyedik pontjával ellentétben az az épület jellegéhez nem illeszkedik, nem felel meg a város rendezési elképzeléseknek sem. A hátsó rész és az udvar szemetes, rendezetlen, Nyílászárói bedeszkázottak, rendkívül elhanyagolt az épület is, lehangoló látványt nyújt a belvárosban. Az eladó nem biztosított a maga számára semmilyen lehetőséget, amelyel a bigotton kávtét ma felújításra kényszeríthetné e szerződésre hivatkozással. Még az én jogban járatlan szememben is világos, hogy ez az ügylet nem mehetett volna végbe a városi önkormányzat elsősorban az akkori polgármester tudta és beleegyezése nélkül. Kivel tárgyalta meg ezt az adásvételt? Bigatton derűsen mosolyog. Már nem emlékszem rá. És mikor? Kitarthat mindent az eszében. Nagyot nyelek, és újra belelapozok a hivatalos feljegyzésbe. 1999. december 15-én kelt a Miskolc Széchenyi utca 43 szám alatti 482 négyzetméter alapterületű üzlet adásvételi szerződése 30 millió forint plusz 6 millió 250 ezer forint áfa vételár mellett. A vételár fizetésére 1999. december 21-ig kapott határidőt a vevő. Ezen határidő betartása a szerződés érvényességének feltétele volt. A szerződés harmadik, negyedik, ötödik, hatodik pontja a vevő felújítási kötelezettségéről rendelkezik az alábbiak szerint. Harmadik pont. A vevő felújítási kötelezettséget vállal az önálló albetétjeinek a Miskolc szécsényi utca 43 szám alatti az egész lakóépületet érintő egy éven belül elkezdendő és maximum három éven belül befejeződő, legalább nettó 50 millió forint ráfordítással történő felújítására. Negyedik pont. Vevő vállalja, hogy a felújítás terveit illetve a költségvetést előzetes jóváhagyásra a Miskolc megyei jogú város önkormányzatának illetékes osztályára benyújtja, és a jóváhagyott költségvetés, illetve felújítási terv elfogadásával egy időben a tulajdonosi hozzájárulás is biztosításra kerül a munkálatok elvégzéséhez. Ötödik pont. Eladó a tulajdonjogát a negyedik pont szerinti felújítási kötelezettség teljesítéséig fenntartja, és ekkor kiadandó külön nyilatkozatával járul hozzá a tulajdonjognak a vevő javára történő átvezetéséhez. Eladó ugyanakkor már a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a vevő az adásvételi szerződést a tulajdon szerzésének széljegyeztetése véget a földhivatalhoz benyújtsa. Tény, hogy a szerződés ezen rendelkezései ellenére a PTK 368. paragrafus első bekezdése miatt a tulajdonjogot a teljes vételár kifizetésére tekintettel a felújítás befejezéséig nem lehetett volna fenntartani, azonban a 2006. május 4. napján kért tulajdonosi lap szerint az önkormányzata tulajdonos, és a Bigaton Kft. javára tulajdonjog fenntartás van bejegyezve. 6. pont. Az eladó a felújítás nem teljesítése esetén kiköti az elállás jogát, melyet a felújítási határidő lejáratát követően a vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat. Az elállás bejelentésekor az eladó köteles az adott vételár 50%-át a vevő részére visszafizetni, míg a fennmaradó összeg az eladót illeti meg. A felújítási kötelezettség végső határideje 2002. december 31 volt, azóta gyakorolható lenne az elállás joga. Az elállás a szerződést a PTK 320. paragrafus első bekezdése szerint felbontja. A PTK 319. paragrafus harmadik bekezdése értelmében a szerződés felbontása esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg. A Miskolc Széchenyi utca 43 szám alatti épület felújításának kötelezettségét a vevő szintén kis részben teljesítette, mely miatt a szerződés hatodik pontja feljogosítja az eladót, a vételár 50%-ának a visszafizetése mellett, az elállás jogának gyakorlására. Mivel a vételár kialakítása a vevő által bevállalt 50 millió forint felújítási kötelezettség teljesítésére tekintettel történt, a felújítás elmaradása jelentős érdeksérelem. Az elállást nyilvánvalóan indokolt lenne, azonban a házkezelőség nem vett fel az értékesítéskor átadás átvételi jegyzőkönyvet, melyel dokumentálhatnák az eredeti elszámoláskori műszaki állapotot, hiszen a városüzemeltetési osztály feladata volt az ellenőrzés. Ő gyakorolhatná az elállás jogát is. Nehézséget jelent továbbá a felújítási kötelezettség köreinek rendkívül pontatlan megjelölése, hiszen a vevő az önálló albetétjének az egész lakóépületet érintő felújításra vállal kötelezettséget 50 millió forint ráfordításával. Vevő az épület felújítására e szerződés keretében nem válhatott jogosítottá és kötelezetté, hiszen a Miskolc-Szécsényi utca 43 szám alatti ingatlan társasház, és a társasház közös tulajdonában áll az épület homlokzata, tetőszerkezete. Tudomásom szerint az épület felújítására a mai napig nincs érvényes közgyűlési határozat. A pontatlan továbbá nyelvtani és jogi szempontból egyaránt értelmezhetetlen felújítási kötelem megfogalmazása azért is gondot okoz, mert a leírtak alapján az épület külső homlokzatának teljes felújítása nem követelhető, jól lehet 50 millió forint elég lenne erre a célra. Persze mindezt rövidebben, csak a lényegre szorítkozva igyekeztem elmondani, de Bigatton úr így is soknak találta, indulatosan közbevágott. Én csak annyit mondhatok, hogy velem méltatlanul bánt ez a város. Nem engedték, hogy a parkszálló udvarán egy uszodát építsek, le kellett állnom a munkával. A piac mögött a Szendrei utcában a cigányok szétszették a házamat, ahol a gasztrofol üzletem működött. Körbefalazom az épületet, hogy a szomszéd telekről ne támadhassák meg. A fagylalt gyáramba bekészítettem két hónapra való anyagot, és véletlenül épp akkor zárták be felújítás címén. És vannak még olyan dolgok is, amelyekről nem beszélek. Négy éve írtam egy levelet Káli polgármester úrnak. Kértem, üljünk le és tisztázzuk, hogy mi van a háttérben. Azóta nem válaszolt rá. Rákérdeztem az ügyre Kálinál, de ő csak mosolyogva ingatta a fejét. Ha lett volna ilyen levél, már csak hivatalból is válaszolnom kellett volna rá. Egy pillanatra túllépem az illetékességem körét. Ha úgy kívánja, megpróbálhatom rábeszélni a polgármester urat, hogy találkozzon önnel. Persze nem biztos, hogy hallgat rám. Ha úgy kívánja, én is részt vennék ezen a beszélgetésen, de ha kifogása van ellenem, én nem erőltetem. Bigatton legyint. Nincs szükségem közvetítőkre. Felkel a székéből, és kimegy mivel egy szóval sem köszönt el, azt hiszük, valamilyen sürgős telefonbeszélgetést kell lebonyolítania. Öt-hat percig várunk, közben a titkárnő is magunkra hagyott, bigattonnak se híre, se hamva. Megköszönülöm a torkomat, és szólok a kísérőmnek. Azt hiszem, ki vagyunk rúgva. Mi is elhagyjuk az irodát, és gyalogvágunk neki a Széchenyi útnak. A lezajlott beszélgetés felkeltette a figyelmemet, most először veszem szemügyre a főutca üzletsorát. Hirtelen eszembe jut egy beszélgetés, melyet néhány nappal ezelőtt folytattam az MSP egyik helyi vezetőjével. Többek között azt kérdeztem tőle, hogy hány üzlet tart folyamatosan zárva Miskolc belvárosában. Az illető azt felelte, hat vagy hét. Összesen? Igen, összesen. Most számolni kezdtem csak egy villamos megállónyi hozban, vagyis 6-800 méteren 11-et találtam. Feltételezem, hogy hasonló eredményre jutottam volna a városközpont más frekventált részein is. Néhány boltot szabályszerűen rendet hagyva zártak be, mintha a gazdája csak rövid szabadságra távozott volna el. Mások homlokzatáról viszont a csupa tégláig lerohadt a vakolat, Kirakat üvegeit csak hiányosan pótolták furnérlemezekkel. Szemben Miskolci szállásommal egy patikán 50-60-70 százalék felirat jelzett egy sok évvel ezelőtti árleszállítást, mely alig ha gyógyszerekre vonatkozott, azt jelezte, hogy az üzlet közben gazdát cserélt, talán többször is. Fölötte az oldalfal csúcsának közelében balkáni gerlék vágtak fészket maguknak. Hónapokig laktam ezen a helyen, Éjjel fél kettőkor mindig felébredtem, mert akkor zárt be a házban működő pincekocsma. Részeg és bedrogozott lányok és fiúk kiabáltak, veszekedtek, vagy épp végigvetették magukat a járda aszfaltján. Nem tudtam újra elaludni, így kikönyököltem a terasz korlátjára, és átbámultam a szemközti házra. Hosszú hónapok alatt csak egy változást tapasztaltam az említett patika portálján. Fent a firma helyére beillesztettek egy rézlapot, Adonis felirattal. Azt hittem, hogy ez a csinosítás egy felújítás kezdetét jelzi, de az akció ezzel a lépéssel véget is ért. Nem tudni a vállalkozónak a kedve vagy a pénze fogyott el, csak annyi biztos, hogy a bolt továbbra is romokban áll. A főutca működő boltjai közül csak néhányban mutatkozik élénkebb forgalom. A bankfiókokban, az olcsóbb vendéglőkben, főleg nyáron a sörkertekben, és különös módon a mobiltelefonhálózatok kirendeltségein. A néhány divatsalon művészeti alkotásokat árusító galériák kongonak az ürességtől, nem különben a könyvesboltok, melyek szokatlan sűrűséggel sorakoznak egymás közelében. Valaha nem számított igazi miskolci polgárnak, aki naponta legalább egyszer nem sétált végig a főutcán, anyagi lehetőségeitől függően a filléres vagy a forintos, vagyis az olcsóbb vagy drágább üzletek oldalán. Ma a munkába való indulás és az onnan való hazatérés időszakát leszámítva csak gyérforgalom mutatkozik. Az emberben felmerül a kérdés, miképp történhetett, hogy a korábban kereskedő városként számon tartott Miskolc ilyen mértékben visszaesett. A rendszerváltás következményeként létrejött önkormányzatokat az állam igyekezett megfelelő vagyonnal ellátni, Tulajdonukba adta a szállodákat, üzleteket és egyéb kereskedelmi vállalkozásokat, melyeket eddig a helyi tanácsi vállalatok kezeltek, a tulajdonos változásokat hivatalosan be is jegyezték. Már az úgynevezett előprivatizáció időszakában megkötötték a bérleti szerződéseket a jelentkező magánszemélyekkel. A bérleti jog tíz évre szólt, ezen idő alatt csak a kétfél kölcsönös beleegyezésével lehetett megszüntetni. A díjakat rendkívül kedvezően szabták meg, egy-egy üzletember 8-10 helyiséget is megszerzett. Akadt olyan vállalkozó, aki a Miskolc főütő erének számító szécsényi úton tíz nem lakás céljára szolgáló ingatlant is kibérelt. Egyeseket nem csak a működési lehetőségei kibővítése vezérelte, hanem a lehetséges konkurencia kizárása. Egy patikus nyolc gyógyszertárat bérelt ki, sőt a közelben épülő parkolóház beállóinak javarészét is megvette, hogy az esetleges vetélytársak vevői ne tudjanak hova beállni a kocsiukkal. Még arra is gondot fordított, hogy a forgalomból kivont üzletekre kiakasszon egy táblát, itt patika nyílik felirattal. Mivel a megállapodott bérleti díjat előírásszerűen bevizette, semmiféle szankciót nem lehetett alkalmazni ellene. Miskolc belvárosa a végletekig lepusztult. Rendbehozatalára elegendő pénz nem állt rendelkezésre, ezért 2003-ban a bérleti viszonyok gyökeres átrendezését határozták el. Minden nem lakás célú az első, második övezetben a város legszűkebb értelemben vett központjában található bérlemény szerződését fel kell mondani. Ennek során nem kívánták átlépni a kapcsolódó jogi előírásokat, mivel a korábbi kötések legkésőbb 1995-ben történtek, tíz éves időtartamra szólóan 2005. január 1 mindenképpen lejártak. Ettől az időponttól számítva mód nyílott a változtatásra, ahogy a Városi Közgyűlés kifejezte a bérleti díjak piaci szintre való felemelésére. Az új díjak meghatározásánál igen sok tényezőt vettek figyelembe. A bérletbe vett alapterület AT kiszámítása. Főrendeltetésű helyiség F szorzó 1 -es. Galéria G szorzó 0,7. Bérleményből nyíló pince BP szorzó 0,3. Bérleményből nyíló raktár BR szorzó 0,5. Földterület FT, szorzó 0,1. Önálló vitrin, kirakat K, szorzó 0,4. Ennek alapján minden önmagára valamit is adó kultúrember felállíthatja a bérbevett terület kiszámítására szolgáló egyenletet. AT egyenlő F plusz G 07 plusz BP szer 0,3, plusz BR szer 0,5, plusz FT szer 0,1, plusz K szor 0,4. Innen már gyerekjáték a bérleti díj megállapításának kulcsa. BD egyenlő AT szer A szorozva ő, a helyiség övezeti elhelyezkedése szerinti módosító tényező, szorozva H, a helyiség horizontális elhelyezkedése szerinti módosító tényező utcai homlokzatról vagy kapuajról, lépcsőházból nyíló, stb. Szorozva V, a helyiség vertikális elhelyezkedése szerinti módosító tényező földszinti, illetve emeleti, esetleg pince szinti. Számításba veendő módosító tényező továbbá a minőségi kategória, a. Európai nívójú, B elfogadott, C kevésbé elfogadható. Nem maradhat ki a meghatározó tényezők közül az üzlet homlokzati és portál megjelenése, a belső kialakítás minősége, az üzletben forgalmazott termékek minősége, és még néhány más szempont sem. Gondolni kellett természetesen az inflációval járó veszteségre is. Ezért a díjak értékállóságának elérése érdekében valamennyi bérbeadó felé fennálló díj és költség évenkénti, tehát minden évben megismétlődő 10%-os egyszeri emelésére kerül sor. A szerző köszönetét fejezi ki minden olvasójának, aki követte az intézkedés részleteinek megértésében. Az új szerződések komoly emeléseket tartalmaztak. Különös módon a multicégek, például az Osan Áruházi Lánc szó nélkül tudomásul vette a megváltozott feltételeket, bár ezek jóval érzékenyebben érintették, mint a magyar vállalkozókat. Honi üzletembereink viszont annál vehemensebben tiltakoztak, nem ismerték el a határozat jogos és alapos voltát, néhányan nem voltak hajlandók aláírni az új szerződéseket, perek sora indult meg a különböző bíróságokon. Csak a példakedvéért iktatom ide az egyik jogi eljárás néhány részletét. Az érintett ezúttal is Bigatton úr Kft. -je. A felperes Miskolci ingatlan gazdálkodó ZRT felmondta az üzletember bérleti jogait és kötelmeit rögzítő szerződést a Széchenyi utca 16 szám alatti önkormányzati tulajdonmal lévő helyiségre vonatkozólag. Türelmi időt határoztak meg, Lehetőséget biztosítva egy új, mindkét felet kielégítő szerződés megkötésére, de az ügyben alperesnek minősülő Bigatton KFT a megszabott terminusig nem adott megfelelő választ. Beadványában azt állította, hogy új szerződés jött létre, melynek egy példányát megküldte a partnerének. Az elsőfokú bíróság Bigatton álláspontját elfogadta. És a javára szóló ítéletet hozott. Elnézést kérek, hogy nem exakt jogi kifejezéseket használok, de azt hiszem laikus mondataim is megfelelően tükrözik a lényeget. Az ingatlan gazdálkodó ZRT fellebbezett. Azt állította, hogy nincs mindkét fél által aláírt szerződés, az ajánlati kötöttség ideje alatt ilyen nem érkezett, Bigaton úr szerződési nyilatkozata csak ajánlatnak tekinthető, csak kölcsönös aláírás után minősül szerződésnek, ez a megállapított határidőn belül nem történt meg. Hosszadalmas volna a másodfokú bíróság megállapításait részletekbe menően elemezni, csak a végeredményt, magát az ítéletet iktatom ide. A megyei bíróság az ingatlan gazdálkodót teljes mértékben pernyertesnek nyilvánította, és kötelezte a vesztes alperest a megemelt használati díj továbbá a tetemes perköltség megfizetésére. Keveset tud a magyar törvénykezés jelenlegi gyakorlatáról, aki azt hiszi, hogy a fenti jogerős ítélettel az ügy lezárult. A Bigatton Kft. a legfelsőbb bírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel, a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését kívánva. Ez a szakasz 2008 végén még nem zárult le. Az esélyeket illetőleg megkérdeztem néhány jogász ismerősömet, ők úgy vélekedtek, hogy a legfelsőbb bíróság aligha változtatja meg a másodfokú jogerős ítéletet, ez csak a törvény alapos sérelme esetén és igen ritkán szokott előfordulni. Ugyanilyen egyelőre befejezetlen per folyik számos más cég ellen, akik nem kívánnak lemondani a korábbi feltételekben biztosított előnyeikről. Miskolc városa annyit minden esetre tanult a történtekből, hogy gondosabban bonyolítja le hasonló ügyeit. Lakó ingatlanait is igyekszik saját rendelkezési körében megtartani. Korábban számos lakás privatizálásához hozzájárult, ezek is nevetségesnek mondható alacsony áron jutottak magánszemélyek birtokába. A vevők igyekeztek minél kevesebbet költeni új tulajdonuk rendbehozására, hosszú évekig elmaradtak a tatarozások. Az az elgondolás vezérelte őket, hogy az önkormányzat rendbehozhatja a maga tulajdonában levő házak külsejét, és előbb-utóbb rákényszerül, hogy megtegye ezt a főutcára nyíló magánlakásokkal is. A város vezetése erre nem mindig volt hajlandó, ami tragikus következménnyel járt. 2008. novemberében egy házfalról leszakadt egy stukkó, és agyonütötte az alatta várakozó középkorú férfit. Úgy tudom, a ház emeleti része jómódú értelmiségiek tulajdonába tartozik, akiknek nem okozott volna különösebb anyagi nehézséget az utcára néző falfelület rendbehozatala, de, mint említettem, abban reménykedtek, hogy az önkormányzat magára vállalja az ezzel kapcsolatos költségeket is. Újabb hírek szerint az ellenőrzés már évekkel korábban figyelmeztetett a veszélyre. A halálos baleset természetesen viharos botrányt váltott ki. A következő nap tűzoltók vizsgálták végig kosaras emelőjükben állva a főutca több házának homlokzatát is, 39 olyan helyet találtak, ahol bármikor bekövetkezhet egy hasonló katasztrófa.